Sziasztok, köszöntöm a kedves nézőket! Vajon mi történik, hogyha Sonicot Marioval keresztezzük? Egy ilyen szomari-szerű játék. Nézzük meg, hogy mi ez. Ez egy 1994-es kalózjáték. Méghozzá a kalózjátékoknak az a, típusa, ahol egy másik platform... Na, itt egy halálcsapda. Ezért szadista ez a játék. Itt aztán várhatunk, hogy megmurdáljon szegény Mario. Szóval ez a kalózjátékoknak az a típusa, ahol egy másik konzolra meg... De ne szerezd már meg azt a rohadt gyűrűt. Ahol egy másik konzolra megjelent sikerjátékot próbáltak portolni. Több-kevesebb sikerrel. Jelen esetben a Sega Genesis... Így van, meghaltál elsőnél. A Sega Genesisre megjelent Sonic játékot próbálták Nintendo NES-re portolni, hát az eredményt láthatjuk. Ráadásul még szerencsétlen Sonicot is kicserélték Mario-ra. A grafikával önmagában nincs sok gond. Úgy van. Viszont minden mással igen. A zenét úgy sejtem megpróbálták egy az egybe változtatás nélkül portolni, amivel csak az a gond, hogy a Genesisnek meg a NES-nek baromira különböző a... hangrendszere. Hát ez lett az eredmény. Irányítással úgy... Hát nagy gondok nincsenek, bár... Néha nem úgy reagál, ahogy kéne. Viszont a játék teli van hibákkal. Néha átmegyek a gyűrűn és nem szerzi meg, meg hasonlók. Ahogy az előzőleg feltett kommentár nélküli videóból is láthattátok, ha megnéztétek. Volt olyan, hogy simán beleesett a falba. Szerencsétlen Mario vagy Sonic vagy mi a franc ez. Most viszonylag simán sikerült végigmennem az első pályán. Ez a játék ugyanis baromi nehéz, és nem úgy nehéz, hogy pozitív értelemben. Mert nekem semmi bajom nincs a nehéz játékokkal. Ha az azért nehéz, mert kihívást jelent. Na, ez például nem. Ez úgy nehéz, hogy szadista barom módon nehéz. Jó, sikerült kétszer ugyanabban a halálcsapdával beleszaladnom. Tehát lehet nehéz egy játék, csak legyen a játékosnak esélye az adott akadályt leküzdeni, anélkül, hogy pixel pontosan tudná, hogy mi merre várható. Ez a zene meg valami borzalmas. Jó, ugrok és akkor bele a lövésébe. Szenzációs. Úgy van. Na, ott maradt egy gyűrű. Itt meg ebben megint belefutottam. És vége is a játéknak. Próbáljuk meg még egyszer? Oké. Nyomnám a startot. Jó. Indulj már. Pedig ha egy kicsit odafigyelnek a programozók, akkor ebből egy egész jó játék lehetett volna. Na, halálcsapda. Mondjuk az ilyeneket azért úgy kihagyhatták volna.
Hát valahol alapvető dolognak kéne lenni, hogy egy játékban ne legyen olyan helyzet, ahonnan esélytelen kiszabadulni, vagy amit esélytelen megoldani. Ezt az első rákot meg már megtanulhattam volna kikerülni. Jó. Kezdődik a bénázás. Igen, az irányításra mondtam, hogy... Jó, ezt megint hogy kerüljem ki? Az irányításra mondtam, hogy nagy probléma nincs vele, de azért ugye a precizitása elmarad az elvárt szinttől. Jó, ezt is elkerültem, akkor... Na-na-na-na-na. Márpedig egy olyan játéknál, ahol azért fontos, hogy precízen ugorjunk, mozogjunk, ott azért az irányításnak kulcs szerepe van. Na, talán most sikerül. Úgy. Ugrok, és pont akkor lő. Tehát ebből egész jó játék lehetett volna, hogyha tisztelt fejlesztők egy nagyon kicsit odafigyelnek a játék minőségére. Mert ezek mind olyan hibák, amiket egy képzettebb fejlesztő csapat simán el tud hárítani. Magát a játékot jól leprogramozták. Láttam ennél már jóval pocsékabb kalózjátékokat is. És ilyen apróságokon szúrják el. Egyébként magukkal a kalózjátékokkal sincs különösebb bajom. Jó, nyilván nem szép dolog másnak a sikerén nyomulni. De attól még, hogy valami játék kalóz kiadvány, szerintem még lehet jó. Bár jellemzően kalózjátékokat nem a legképzettebb programozók írják, de láttam én ma olyat, amire azt mondtam, hogy oké, vannak gyengeségei, de élvezetes, játszható. Na, ez nem az. Vajon sikerül-e esetleg a második világra eljutnunk? Na, ezt véletlenül sikerült elhárítanom. Úgy. Ezekre a szadista csapdákra mondom, hogy... Ha csak nem az a cél, hogy direkt szívassuk a játékost, akkor ilyeneket nem igazán kéne beletenni. Ennyi már! Jó, hát a mozgással is vannak szegénynek problémái. Na, itt például nyomtam az ugrásgombot, és nem reagált. Ja, hát tudjuk be annak, hogy szerencsétlen Mario egy kicsit frusztrált, amiért félig sündisznó génekkel rendelkezik. Na, most azt hittem, kirepültem a világból. Úgy van. És ez még csak az első világ. De második pálya sikerült. Viszont már csak egy életem van. Ezt a világot azért meg kéne csinálni ezzel az egy élettel. Ez épp hogy. Jó van. A szokásos csapdák. Tehát itt tulajdonképpen rohadtul felesleges gyűjteni a gyűrűket, mert esélyed nincs bejutni sérülés nélkül célba. Na, ott megint kihagyta a gyűrűt. Ez valami... programozási bénaság lesz, hogy azt az egy gyűrűt ott mindig kihagyja.
Így van. Ennyi. Próbáljuk meg még egyszer. Na jó, utolsó. Addig nem lehet kezdeni, amíg a Game Over felirat el nem tűnik. Na kedves Sonic Mario, akkor próbáljuk meg még egyszer. Úgy. Egész rutinosan tudom, hogy mi merről fog jönni. Nem azt mondom, hogy nem lehet ezt betanulni. Csak egy játéknak ne az legyen a lényege. Na. Irányítás. Ugrottam volna, erre jóval kisebbet ugrik, mint amire az ember számítana. De a gyűrűk meg hogyan potyognak bele oda a falba? Dögölj már meg! Szegény Mario, állítom, öngyilkos lenne, hogyha ilyen pályán kéne játszania. Úgy, első akadály elkerülve, most jön föntről a lövés. Oké. Okay. Még életek számával legalább nincs nagy gond, mert hát 5 élet az egy ilyen játékhoz egész jó. Az, hogy folytatni nem lehet, az már annyira nem jó. Na most ott az mi? És ha lejtő lefelé megy, akkor nem lehet ugrani. Szenvedjünk már, szenvedjük már végig magunkat ezen a rohadt első világon. Van egyébként ennek a játéknak több változata is. És fejből nem tudom, hogy melyiknek mi a címe, de... Valami ismertebb Sonic játékok címeit kamuszták le azok is. Azok, mert ez nem. Ennek legalább a címadása valamelyest egy kicsikét kreatív volt, azt mondom. Gyerünk, Mario! Első pálya megvan, és van még 4 élet. Elmúlt napokban gyakoroltam erre a játékra. Egész eddig úgy tűnt, hogy hiába gyakorlok, ez a játék brutális. Tehát az összes létező halálcsapdába mindig belefutottam. És volt, hogy hiába ügyeltem rá, hogy nehogy véletlenül belefussak valamivel, csak volt valami mindig, ami miatt elbénáztam. Most úgy néz ki, hogy azért egy kicsit jobban megy, mint eddig. Úgy. És megint hiába nyomtam az ugrás gombot. Lejtőd nem tud ugorni. Mozgáskorlátozott szegény. Na. És itt a cél. Abból mi lett? Nyilván nem hibamentes a program. Most még ezt a harmadik pályát kéne. Végre sokadik nekifutásra megcsinálni.
Nem tudom, hogy hányas volt fizikából, aki ezeket a mozgásokat leprogramozta. Na? Úgy, egy programhiba miatt nem talált el a lövés. Ilyen is van. Élet. Megint az ugrás. Szegény mozgáskorlátozott barátunk. Úgy, ott alul nem tudom mi lehet. Nem lehet megnézni. A szokásos gyűrű megint kimarad. Egy halálcsapda. Két rák. És mindjárt itt vagyunk a pálya végén, ha most nem bénázom el. Ezt hogyan? És boss fight. Na, erre kíváncsi leszek. Jó. Erre azt mondom, hogy egész korrektan megvan oldva, hát a technikai megvalósítás az... Az időmérőnél... Mi az az 1-2.4? Lemaradt az utolsó számjegy. Aha. Na... Na. Nem lenne szerencsés itt elbormolni. Ha már idáig eljutottam. Hányszor kell még eltalálni ezt a vadékot? Oké. És végre sikerült átjutni a kettes világra. Ahogy igényesen meg van valósítva. Százszor gyatrábban, mint a Master System-es verzióba. És visszajött az óra. Jó, lássuk a kettes világot. Ott vajon milyen szadista halálcsapdák lesznek. A zenére azt mondom, hogy itt egész tűrhető. Is. Mondjuk a zöld háttér alatt a zöld platformok baromi jól látszanak. Tehát megint gratulálok annak, aki ezt így megrajzolta. Természetesen ne várjunk Sega Genesis szintű grafikát, de tipikus példája, hogy pár apró dologra, hogyha odafigyelne a fejlesztő, akkor sokkal jobbá lehetett volna tenni ezt a játékot. Amire azt mondtam volna, hogy lehet, hogy annak ellenére, hogy kalózjáték, de jó. Hát a első platformok azok itt hiányoznak, gondolom nehéz lett volna leprogramozni. Ez persze sikerült nekik, jó? Az igen! Nem baj, van még 4 életünk. Gondolom megint kezdhetem előről. Hiába ugornék, olyan brutálisan kicsit tud ugrani. Már ha nem futunk neki
Eléggé. Jó, ez a eredeti Sonic 1-ben is így volt, hogy neki kellett futni. Csak ott nem ilyen hosszan, mint itt. Hoppá, ezt én basztam el. Futkározol jobbra-balra most. Itt is ugornék, ez meg akkorát ugrik, mint egy sántos indisznó. Jó, azt a... Jézus, hogy néz az ki? Azt a kukacszerű képződményt megvárjuk. Igényesen meg lett csinálva. Hú. Anyád! Hát... Jó, most... Ezt tényleg fel tudja dühíteni az embert. Majdnem mondtam. Majdnem kihasználtam a magyar nyelvnek a szép káromkodási adottságait. De éles videóban inkább nem. Hát, jó van ám. Ha lennének checkpointok, jó, dögölj meg. Ha lennének checkpointok, akkor azt mondanám, hogy... Oké. Nehézséget lehet ilyesmivel kompenzálni. De nincsenek. Megdöglök, lehet kezdeni a pálya legelejéről. Ami egy ilyen szivatos pályánál... Most azt, hogy a francba ugorjam át? Talán ha visszamegyek, és akkor eltűnik onnan a tűz, oké? Igen. Hát jó. És sikerült nagyot ugranod, gratulálok! Te már jóba oltott sündisznó. Ott hiányzik egy darab. Tégla jobb oldalt, illetve egy rész a téglából. Na, ez már egész jól megy. Mondjuk azt nem tudom, hogy sikerült kinyírni, mert szerintem hozzá se értem. És itt vagyunk ennél a szadista résznél. Ezt kéne... Úgy! Pálya vége? Még nem. Anyád! Néha kezd már ez a pálya egy kicsit unalmas lenni. Pörögni nem igazán tud. Azért az a lila hegyek, meg előtte a élénk zöld, az hát... esztétikailag nem a legmegnyerőbb. Jó, ideig oké. Be kéne már fejezni ezt a robot pályát.
Na nézzük. Ugrik. Oké. Okay. Rendben. Itt is baromi jól kell időzíteni, meg pontosan ugrani. És még maradt három gyűrűm, ami ilyen esetekben életmentő lehet. Na, mennyi ma ott a gyűrű? Hú, hozzá se értem és bepörgött. Oké. Okay. 25 percnél tart a felvétel. Nem gondoltam volna, hogy eddig eljutok. Még hármas világig szerintem már nem fogok. Folytatás meg ugyebár nincs. Miért lenne? Ez most ugyanaz a pálya? Baromira hasonlít rá. Nem, másik, csak hasonló volt a kezdés. Hú, az pedig ott jó lett volna. Mindegy. Most a kép széle, nem tudom, hogy a emulátortól ilyen bénácska, vagy a valóságban is így nézett. Hú! Pörkölte Máriónak az orrát. De az így rohadt zavaró a kép szélén, ahogy a másik oldalnak a pixelei látszódnak be. Aha. Jó, ez a ennek a világnak azért jobban sikerült a megvalósítása, mint az előzőjé. Hoppá, ezt elbénáztam. Ott hiányzott egy platform. Hát ez azért már nem annyira. Az mi volt? Hú, basszus. Az igen. Ez azért már nem annyira szadista, mint a első világ. Az szép! Most kedves vízvezetékszerelősünk barátunk, mondd meg, hogy azt hogy sikerült úgy beleforognod abba a kukacba, hogy nem érzékelted az a hátsó felét, csak az elejét. Úgy persze, egy halálcsapda. Na, na, na. Legyen már vége ennek a rotpályának. Ó, basszus. Néha, ahogy látom, a falba is beleáll, szegény. Nézzétek! Felugrok, és beleforog a falba. Nem tudom, milyen anyagból lehet ez a fal. Meg Mário mióta tud így összegömbölyörve ugrani. És az ott mi? Pálya vége? Pálya vége, oké. Gyerünk, mennyi? Ez az. Na, lehet tippelni, hogy a kettes világot is sikerül befejezni, vagy esetleg utolsó életünkkel megmurdálunk ott. Gyönyörűek azok a lila hegyek. Rajzórán ilyet alkottam volna, szerintem instant bukás lett volna az eredménye.
És ott meg átfutottam a gyűrűkön. Jó, az előbb sikerült átpörögni rajta, most nem. Hát természetesen csak egy halálcsapda. És vigyázni kéne, mert utolsó élet. Kukvac mindjárt megfordul. Ja, hogy ez csak optikai csalódás volt. Aha. Hú, édes jó anyád. Annyira jó, hogy nem lehet látni, hogy mi következik. Állj rá, úgy, úgy. Gyűrűknek itt tényleg semmi más jelentősége nincs, mint hogy kis védelmet nyújtson a sérülések ellen. Hogy nézzem csak! Beleforog a lávába. Nincs egy kicsit meleged ilyenkor, Mário? Most ott például kéne... Nem kéne még egy platformnak lenni? Itt ez a... vízgentyű. Azt jelezni elvileg. Hogy ez... Hát vannak itt érdekes dolgok. Élet, 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 élet. Na most... Jó, vissza. Még a végén sikerül ez a világ. Gyerünk már, jó! Erőltesd meg magad! Kezdek belejönni. Csak ne kiabáljam el. Főleg itt ne. Gyűrűt. Oké. Okay. Vége, vége, legyen már vége. Jaj, boss fight! Ne! Na ne! Hát azt hogy lehet megcsinálni? És most kezdhetem előről az egész nyomorult pályát. Eredetiben ilyenkor csak a pályának a legutolsó szakaszát kell megcsinálni. Hú, az a tűz, mintha megpörkölte volna Máriónak a hátsóját. Az ott mi volt? Élet. Ezen a pályán van két extra élet is. Amiből az egyiket most elbarmoltuk. Na gyerünk már! Unalmas már ez a meleg felvonulás hangulatát idéző pálya. Nem csak a hőmérséklet, hanem a szép színválaszték miatt is. Néha kicsit következetlen, hogy mikor milyen sebességgel indul meg Mário. Úgy. Itt van az, hogy itt le kell menni. Na, azt a gyűrűt, azt már nem szerzem vissza. Akkor most itt rohadt óvatosnak kell lenni. Ugortam, te barom! Ja,
játékot egyébként a Somari Team nevű fejlesztőcsoport, hát ha ezt fejlesztőcsoportnak lehet nevezni, követte el. Akinek van még egy viszonylag ismert kalózjátékuk, Card Fighter, aminek a megnevezése szintén nagy kreativitást igényelt. Mario Kart szereplőinek egy verekedős játéka. Arról is akartam régebben egy videót készíteni. Félig meg is volt már, de valamiért az nem készült el. Persze, ami késik, az nem múlik. Van még rengeteg olyan játék, amit be lehetne mutatni. Attól nem kell félni, hogy bármikor kifogynék nyersanyagból. Nézd, megy át a gyűrűn. Szenzációs. Ott is egy élet. Ez az. Na. Jó van. Ugrottam, te szerencsétlen. Csak egy rossz helyre. Az a denevér mondjuk, hogy megy oda be a falba? Majdnem mondtam valamit. Jaj! Ne! Na! Úgy, most barmoltam el. Hát... ha nagyon rohadtul ügyes vagyok... Na! Nem vagyok az. Akkor ez még meg lehetett volna. Az ebbe a rossz, hogy baromira neki kell ott futni, ott a boss fightnál. Jó van, leestem oda. Az az élet azért kell. Még akkor is, ha most egyből el is veszítem. Szóval ott a boss fight résznél a platformnak a széléig neki kell futni teljes erőből, és csak úgy van esély a másik oldalra átugorni. Ami a többi videót illeti, van még pár elmaradásom. Olyan videókról, amiket úgy ígértem, hogy lesz, csak aztán ez az közbejött. 3-7 betegség. Most is talán a hangomon érződik, hogy még nem vagyok teljesen jól, de most már azt mondtam, hogy még egy hetet nem várok. Hétközben nagyon nincs energiám komolyabb videót készíteni. Még egy hetet meg már nem akartam várni. Úgy, menj át a gyűrűkön! Vicces. Jó, madárnak vagy mi a tökömnek, de nevérnek, meg neki mentél. Itt van valami csapda? Nincs.
lesz, igen. Hát van egy gyűrűm, ha szerencsém van. Na. Hogy a jó édes anyukádat. Jó, most nem bénáztam el. Úgy. És itt talán, hogy van egy kis gyűrű tartalékom, egy-két bénázás ide még belefér. Van lehet, hogy a nélkül is most meg lesz. Aha. Nem akarom elkiabálni, de... megvan. Megvan. És igényesen kiszabadítjuk a foglyulejtett kisállatokat. És jöhet a harmadik világ. És 40 perce tart ma a felvétel, 41. Kereken 50 000 pont. Na, ez még lesz egy brutális. Elindul a pályakapásból három lövés, került ki. És tele van hibákkal ez a rész. Megnyomom a jobbra gombot, akkor elakad ugrás közbe. Úgy, oda beleakadsz. Jó. Szép. Azt a rohadt. Természetesen ezek a platformok nem fognak mozogni. Úgy. 4 élet, egész jól felhoztam magam. Amit itt mind a négyet úgy sejtem el fogok veszíteni. Úgy van. Zene megint olyan, amilyen az első pályájánál mondjuk kétségtelenül jobb. Hú! Azt a fizikát! mi ez? A rohadt életbe. És bepörögni se tud már jó, mármint így, amikor megyek, és a lefelé gombot nyomva, hanem úgy mutasd a seggedet annak a rugónak, attól mindjárt jobb lesz. Ez itt most egy kifejezetten nehéz része a pályának. És meg is döglött. Jó. Baromira nem voltak a fejlesztők azon a szinten, hogy egy ilyen pályát tűrhetően megvalósítsanak. Zenétől meg már szép lassan kezd fájni a fejem. Na, túl vagyok ezen? Igen. Most jön ez a rész. Az igen! Mario, te itt valami paranormális dolgokat produkálsz. Beleállsz a falba néha. Hogy megdöglöttél, utolsó élet. Na itt még jó van. Ennyi volt az egyszerre 4 vagy 5 lövés. Úgy van. Na itt... hát nem sikerült, pedig bíztam benne. Akkor ennyi lett volna ez a játék. Köszönöm a figyelmet. Hát igazából, ha összegeznem kéne, ez egy közepes szintűre sikeredett kalózjáték. A Sonicnak a sikerét próbálták meglovagolni, több-kevesebb sikerrel.
Meg még talán arra is alapoztak egy kicsit, hogy Márióval mindent el lehet adni. A Sonic 1-esnek a Genesis-es Sonic 1-esnek a Nintendo NES portja akart ez lenni. Maga a portolás az egész jól sikerült, leszámítva mondjuk a hármas világot, ahol azért úgy a lekerekítettebb felszíneket nem igazán sikerült jól megvalósítani. Ez puszta programozás technikai gyengeség. A zenéjét megpróbálták egy az egybe áthozni, ami elég bénácskára sikeredett. Az irányítás hagy kívánni valót maga után. A játék nehézségére nem azt mondanám, hogy nehéz, hanem azt, hogy szivatos, ami nem feltétlenül növeli a játékélményt, de hát idővel megszokható, betanulható. Összességében azt mondom, hogy ez egy közepes játék, egy-kétszer el lehet vele játszadozni. Messze elmarad attól, hogy ezt egy jó játéknak nevezzem. Akkor köszönöm a figyelmet, ennek a 46 perces, 47 perces videónak szép lassan vége. Sziasztok!